Szevasz! Persze, 5 perc és ott leszek. Hát te hova mész? Azt, hogy felmegyek. Hát úgy volt, hogy az unokatesodra vigyázol ma délután. Én ilyen nem tudom. Dehogy nem, beszéltünk róla. De... Anya! Ne anya! Szuper lesz! Na persze. Most mit csináljak, ha ne lázzam az unokatesomat, akit rám bíztak? Csinálj egy bábút magad helyett, és akkor elég könnyen meg tudsz lépni. Laci! Laci! Gyere velem, Laci! Gyere! Mi történt? Ez a bábú, ez micsoda? Hát... Tudnak, hogy ki a legjobb barátnője, hívd át játszani, hogy addig te leléphess. Szóval szevasz, Liza, szóval az unokahúgom mondta, hogy van valami sürgős megbeszélni valótok. Hát te mit keresed itt? Az unokabátyád mondta, hogy jöjjek át, mert valami fontos dolgot szeretnél megbeszélni. De én semmit sem szeretnék megbeszélni veled, én utállak! Én is téged! Lányok! Hagyjátok! Mondom, béküljetek ki! Jó! Úgy tudom, játszunk hárman valamit! Jó! Jó! Próbáld megtudni, mi az, amitől elalszik, és altasd el. Játszol velem magyar népességet? Játszol velem Hello Dokit? Játszol velem? Játszol velem? Gyere, kis madár! Gyere, csak felén tovább, és ne hagyj! Békezz! Most készül a képen, mosolyog. Ó nem, hát 21-en mentél 20-as táblánál. Sokakat életveszélybe sodortál. Búcsúzzál a 30 000 forintottól. Ezzel a 30 angyal lenullázok. Undorító. Szerintem hívd át a haverjaidat, hogy nálatok nézzék a meccset. És szemgyulladáson, és üvegszín. Na most jött elegem. És fülfájás, unasítás. Na haló? Átjöttem megnézni a meccset? Zsír, 5 perc. A gól! Napfényes a reggel. Ez meg de mit csinálta? Nem csinálta semmi. Majd játszunk a nagyjátékkal, ha befejeztem a munkát. Most ezzel lesz, akit nézni? Tomi és Szuki egy ott betájt, hogy az edzőterembe. Mit csinálsz az edzőteremben? Tomi. Ki szeretne eladó lenni? Én!